Ismét lehet magyar baromfit exportálni Európai Unión kívüli országokba is, ugyanis augusztus 24-től feloldják a madárinfluenza miatti korlátozásokat. A csaknem egy évig tartó embargó miatt az ágazat jelentős árbevételtől és piactól esett el. A kisvárdai baromfi feldolgozóban évente 110 ezer tonna csirkét dolgoznak fel. A cég árbevételének 70%-a exportból származik, ezért jelentős bevételtől estek el az embargó miatt. Kétféle kárunk keletkezett, az első az közvetlen, azonnal pénzben kiszámítható kár, amikor ez év januárjában visszafordították azokat a konténereket, amelyeket a madárinfluenza bejelentést követő pár napon belül adtunk hajóra, és ezek útba voltak Dél-Koreába, Dél-Afrikába, Tajvánra. Ez a kár, ez egész pontosan kiszámítható, 153 millió forint volt. A közvetett kár, az pedig abból keletkezett, hogy azokra a célpiacokra, ahol ezeket a termékeket szántuk, lassan 10 hónapja nem szállíthatunk, és ezek a célpiacok egy magas árpozíciójú, jó fizető piacok, tehát ott egy ár és hiány, vagy egy árbevétel kiesés nevesíthető a kár, hát az attól függ, hogy merről számoljuk, előről vagy hátulról, de ennek a mértéke is több 100 millió forint, tehát nekünk ez a bejelentés, amire egyébként vártunk, meg számítottunk is, ez nagyon jól fog jönni. Azok a konkurens országok, elsősorban a Nyugat-Európai Uniós baromfis nagyhatalmak, hollandok, lengyelek, németek, franciák hasonló problémával szembesültek, és hasonló károkat szenvedtek a madárinfluenza miatt, mint Magyarország. Így ezekre a piacokra ők nem tudtak bennünket se beelőzni, se beszállítani. De azért a világ azért globalizált, és ott voltak az amerikaiak, ott vannak a brazilok, akik azért nyomolnak ezekre a piacokra. Na most bizonyos értelemben ezeket a piacokat vissza kell, hogy kérjük. A hatóság nagyon komolyan vette azt a célt, hogy a madárinfluenza kárt és annak az elterjedését elsősorban meg kell előzni, hisz vannak olyan járványvédelmi szabályok, eszközök, aminek a betartásával ez a kockázat minimalizálható. Magyarul olyan helyre, ahol nincsenek meg a minimális állattartás feltételei, nagy üzemi állattartásról beszélünk, több ezer baromfis állattartó telepekről, ahol ezek a feltételek hiányoznak, egyszerűen a hatóság szigorúan fellép, ellenőriz és nem enged állattartást és állattelepítést. Így egyfajta veszélyminimalizálás megtörtént, és ennek azt gondoljuk, hogy főleg őszre, amikor elindulnak az újabb madárvonulások, meg lesz az a jótékony hatása, hogy a bizonyos kockázati tényező az tényleg azon a alacsony szinten marad, ahol Magyarországot elkerülik ezek a betegmadarak, illetve hát ha el nem is kerülik, de a szabadban tartott, ellenőrizetlen és higiéniátlan körülmények között tartott madarak közé nem tudnak oda látogatni.